tolta, de rossz helyre Gerson Rodriguez, majd egy lövés, kipattan a kapusra egy pillanatra, és mielőtt Pátkai lecsapna a labdára, Anthony Morris korrigálni tud. Látható, hogy a luxemburgiak gyorsan meg tudnak lódulni, Rodriguez át a másik oldalra, ott a gólhelyzet, még mindig, és benne van a vezető gól, Luxemburg vezet. Aurélien Joachim a gólszerző. Nézzük Dzsudzsák szögletét. Kádár csúsztat, és ott az egyenlítő gól. Nikolic a szerzője. 1-1 a 18. percben. Újabb beadás. Ez jó. Még ott lehet lőni. Kapufa, és a kipattanott német a kapusba rúgja. Ugrai talált el a kapufát. Német Krisztián pedig utána Anthony Morris kezébe passzol. Lovrencsics, aki meg nem jó a csele, opp, és nagyon kell figyelni, mert Lovrencsicsnek van egy, ajjaj, ki fogják állítani Lovrencsicset. Neki nem volt sárgája? Szerintem volt. Szerintem volt, úgyhogy igen. Lovrencsics Gergő kiáll. 10 emberrel játszik a magyar válogatott tovább. És ez óriási fegyelmezetlenség volt Lovrencsicstől, aki egyébként az egyik legfegyelmezettebb magyar játékos szokott lenni, bármilyen posztra is állítják. Mert az embernek van egy sárgája, akkor a félpályánál ilyen látványosan kézzel elkövetni szabálytalanságot, szinte elnézést kér a játékvezető. Azt kell mondanom, ez egy sárgalapos figyelmeztetés volt, és Lovrencsics ugye az első sárgát is úgy kapta, hogy előtte szóltak neki, emberhátrányba kerültünk. Hát lehet, hogy bekapcsolnám a tollat. 12 perc van hátra. Megcsúszik a labda. Oh! Marvin Martins. De még mindig ott van. Philips. Át a másik oldalra. Ez már ügyetlenem megoldás volt. Ott a fejes, és ezt már befejeli. Persze, Marvin Martins sem hagy ki mindent. 3 méterről, a teljes védelmen átszáll a labda a kapus a gólvonalon. 2-1,